Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Vörös kód péntekig biztosan marad a tartós kánikula. Szabadlábon nem kell börtönbe mennie a nőnek, aki elköltötte a tévedésből neki utalt 82 millió forint nagy részét. Gyerekgyilkosság, nem mert eljönni a tárgyalásra az egyik korábbi sérte. Szúnyoginvázió, központi írtás csak a jövő héten várható a térségben. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szerda délután óta az egész ország területén harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és elrendelték az úgynevezett vörös kód riasztást. Ez azt jelenti, hogy a közintézmények legtöbbében hűsítőpontokat kell biztosítani, ahol ivóvizet kaphat bárki. A szociális intézményeknek pedig be kell fogadniuk a hajléktalanokat, és szállást kell nekik biztosítaniuk. 29 Celsius fokot mutatott a hőmérő délelőtt 10:30-kor Szexárd központjában. Szinte mindenki pólóban és rövidújúban, vagy könnyed nyári ruhában sétált, sokan pedig a fák árnyékában hűsöltek a kánikula miatt, de a fagyizóknál is sokan álltak sorba. Ez a nő kutyasétáltatás közben húzódott be egy fa alá hűsölni. Ő ilyenkor kifejezetten olyan útvonalakat választ, ahol menet közben meg tudja itatni a házi kedvencét. Annyiban foglalkozunk a hőséggel, ugye mivel ki kell mennünk, mert hogy fontos, hogy kint sétáljunk, hogy ezért keressük az árnyas oldalakat, és mindenképpen beiktatjuk a vizes itatókat, vizes helyeket. Napok óta kifejezetten csak a délelőtti és a késő délutáni hűvösebb órákban levegőzik ez az idős pár az unokájukkal. Gyerekek vannak Szexárdon, mint Decsen, és eljövünk egy kicsit unokázni, de ilyenkor csak 11-ig, és utána megyünk haza. A napok óta tartó felmelegedés és a kánikula miatt szerdán az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót rendelt el. Ezt akkor vezetik be, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. Ezzel egy időben a szociális ügyekért felelős államtitkár kiadta a vörös kód figyelmeztetést. Ennek értelmében a szociális intézményeknek szállást, vagyis fekhelyet és védőfolyadékot is kell adniuk az arra rászorulóknak. A legtöbb közintézményben pedig hűsítőpontokat kell kialakítani. Ilyenek például a kormányablakok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet stabil emelkedése egészen hétvégéig kitart majd, szombattól viszont esős, hűvös idő várható. A MOL 9 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 9 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken. A változást követően a benzin literenkénti átlagára 382 forintra, a gázolajé 388 forintra csökken. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt pénteken változott, a 95-ös benziné 9 forinttal, a gázolajé 6 forinttal lett kevesebb. Nem mert eljönni a tárgyalásra a szexádi gyerekgyilkos egy korábbi áldozata. A szexádi járásbíróságon azért tartottak tárgyalást, mert K. Dániel még tavaly a kényszergyógykezelése ideje alatti eltávozáskor megpróbált betörni egy szexádi házba, ám az ott lakó nő észrevette ezt, ezért a férfi elmenekült. A bíróság épülete előtt most a meggyilkolt kislány szülei és hozzátartozói várták, és a rendőrség nagy erőkkel biztosította a helyszínt. A tárgyaláson a vádlottat előállította a letartóztatásból. A bíróság tanúként hallgatta meg a vádlott szüleit, akik közül az édesanyja tett egyedül vallomást, az édesapja megtagadta a vallomás tételét, illetőleg a sértett nem mert eljönni a tárgyalásra, de rendőri segítséggel végül is megjelent a tárgyaláson. Azonban a bíróság a tárgyalást nem fejezte be, azt elnapolta, mert további szakértői vizsgálatokra van még szükség. Tárgyalási határnapot majd hivatalból tűz ki a bíróság. Nem kell börtönbe mennie annak a rokkant nyugdíjasnak, akinek tévedésből 82 ezer helyett 82 millió forintot utaltak el, a pénz nagy részét pedig egyszerűen elköltötte. Két luxus terepjárót az ítélet szerint biztosan vett belőle, és a vádiratban egy nyaraló is szerepelt. Arról viszont végül nem sikerült bizonyítani, hogy ebből a pénzből származott. A bíró szavába vágva próbálta megakadályozni stábunk munkáját a sikkasztással vádolt nő. Végül a bíró intette csendre.
A roka nyugdíjas vádlottnak még 2016-ban utalt tévedésből 82 ezer helyett 82 millió forintnyi eurót egy korábbi munkáltatója. A pénzt életjáradékként kapta havi folyósítással. A téves utalás után a nőt többször hívta telefonon a cég könyvelője, SMS-eket és e-maileket írt neki. Ő első alkalommal meg is ígérte, hogy visszautalja a pénzt, ám két nappal később elérhetetlen lett. A 82 millió forintot viszont felvette egy bankban és szórni kezdte. Először egy luxus terepjárót vett, így nézett ki az autó, majd még egyet, amit azonnal a fia nevére íratott, az pedig ilyen volt. Az unokájáira pedig egy nyaralót vásárolt az ügyész szerint. A megszerzett ingóságokkal kapcsolatban most végig azt állított, hogy csak az első terepjárót vette a 82 millió forintból, a másikat és a nyaralót pedig hitelből és korábban összesporolt pénzből szerezte meg a család. Vette ezt az X-at, most a másikat? Nem. A nő férjét tanúként idézték be, a férfi végig nevetgélve az ügyvédek asztalára támaszkodva tett vallomást, többször is ellentmondásba keveredett azzal kapcsolatban, amit a felesége mondott. Például, hogy a vádlott azt állította, 34 millió forintért vették az egyik luxus terepjárót, a férfi viszont csak nagyjából 10 millió forintnyi euróról beszélt. Mennyire kerül ez a bérlet? Az ügyész végül arra kérte a bírót, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás vágyában mondja ki bűnösnek a 82 millió forintot eltevő nőt, és küldje hosszú évekre börtönbe. Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás büntetének a büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. A 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztésnél a középmérték 5 év. Én indítványozom, hogy a tisztelt bíróság szabadságvesztésnek a mértékét, azt a középmérték alatt állapítsa meg. A nő ügyvédje viszont azt kérte, hogy a vádat minősítse át a bíró sikkasztásról jogtalan eltulajdonításra, aminek a büntetési tétele sokkal kisebb. A kérést azzal indokolta, hogy a nő nem szándékosan jutott hozzá a 82 millió forinthoz, a bíró végül elfogadta az indokot. Ezért a bíróság a vádottat 1 év szabadságvesztésre ítéli, melynek végrehajtási fokozatát fogházban állapítja meg. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 évig próbaidőre felfüggeszti. A nőnek tehát nem kell börtönbe mennie, az okozott kárt viszont meg kell térítenie, ezért a két luxus terepjárót már nem kapja vissza. 90 ezer eurót, vagyis nagyjából 30 millió forintot viszont még vissza kell fizetnie. A nyaralót pedig megtarthatta, mert arról nem sikerült bizonyítani, hogy a tévesen átutalt 82 millió forintból vette. Szó szerint szétszakította egy munkás testét egy úgynevezett kúpos rönghasítógép még tavaly Kocsolán. A tragédia azért következett be, mert mind az áldozat, mind a foglalkoztatója gondatlanok voltak. A férfi nem értett a gép használatához, munkáltatója pedig sem a munkakörülményekkel, sem a segédmunkás oktatásával nem foglalkozott. Az elsőfokú ítéletben a bíró 2 év fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, amit 2,5 évre felfüggesztett. Ezt hagyta most helyben a másodfokon eljáró szekszárdi törvényszék. Így néz ki az a traktor hajtotta kúpos rönghasítógép, ami tavaly márciusban egy dolgozó halálát okozta Kocsolán. A fatelepen akkor állt munkába egy férfi, és miközben a gép elé berakta és neki nyomta a fadarabot a forgókúp hegyének, bekapta és felcsavarta a ruháját, és magával rántotta a férfi testét is. A segítségére sietők csak a felszabdalt testrészeit találták meg, segíteni már nem tudtak rajta. A dombóvári bíróság első fokon a cég vezetőjét bűnösnek találta halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében, és 2 év fogházra ítélte, aminek a végrehajtását 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész fellebbezett a büntetés súlyosbítását kérve. A szekszárdi törvényszék másodfokon tárgyalta az ügyet, az ülésen a cég vezetője elcsukló hangon mondta el, mennyire megbánta hanyagságát. Én belső teher számomra, nagyon sajnálatot mondok. A családban jól viszonyom, megbocsátok minden. A szekszárdi törvényszék nem módosított az elsőfokú ítéletem. Indított büntetőjében a Dombóvári járásbíróság 2019. február 13-án hirdetett 9.122 per 2018 per 8 számítetét helyben hagyja.
A szekszárdi törvényszék azért nem szigorított az ítéleten, mert úgy ítélte meg, ez a büntetés elegendő ahhoz, hogy ilyen tragédia többet ne forduljon elő. A bíróság így enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását, az őszinte tevékeny megbánását, a büntetlen előéletét, a rendezett családi helyzetét, valamint a sértett gondatlan munkavégzésben megnyilvánuló közrehatását. A szekszárdi törvényszék megállapította, hogy a halálos munkabaleset azért következett be, mert mind a férfit foglalkoztató, mind maga a sértett is gondatlan volt. A segédmunkás nem értett a gép kezeléséhez, és munkáltatójától sem kapott előzetes tájékoztatást arról, hogyan is kellene vele dolgoznia, mire kellene ügyelnie, sőt munkavédelmi oktatásban sem részesült. A hónap végéig lehet pályázni a mezőgazdasági közfoglalkoztatási és szociális földprogramra, amely 17 megyében indult el. Az önkormányzatok mintegy 500 ingatlan 5 éves ingyenes használati jogát szerezhetik meg, így a helyi közösségek tartós használatába közel 1400 hektár állami föld kerülhet. A földterületekre minden hazai és uniós támogatást igénybe lehet venni. A Dunai áradás következtében még mindig tele van a Gemenci erdő vízzel, a kis tavakban kikelő szúnyog populáció megkeseríti az emberek és az állatok életét a vízparti településeken is. A gyérítés elrendelésére a Katasztrófavédelem országos parancsnoksága hivatott, ám a közzétett tervekben egyelőre nem szerepel Szekszárd környéki település. Így nézett ki a Gemenci erdő néhány nappal ezelőtt. 720 cm letetőzött a Duna és elöntötte az ártéri erdőt. A folyó visszavonulása után a mélyebben fekvő területek ma is víz alatt állnak, ami kiváló a szúnyog populáció kikelésének. Másodpercek alatt lepik el a vérszívók a sétálókat, de nem kímélik az erdő fiatal állományát sem. Megjelentek a szokásos pocsolyák, megteltek a kubikgödrök, amik csak a nagy melegtől, párolgás és a talajvízen keresztül fognak kiszáradni, amelyek pedig a szúnyognak ugye bölcsői. És most azt lehet mondani, hogy egy hete kikelte az első szúnyog generáció, és mivel a frissen kikeltek, azok mindig igen agresszívek szoktak lenni, most már lassan az elviselhetetlenség határán mozog a szúnyognak a mennyisége. Nem csak az erdő közelében elviselhetetlen a helyzet. A víz közeli településeken élők is szenvednek. Bogyiszlón ugyan van saját írtóberendezés, de annak használata engedélyhez kötött. Az országos katasztrófavédelmi igazgatóság által elrendelt szúnyoggyérítésnek része vagyunk. Csak még nem tudom pontosan, mikor fog történni a szúnyoggyérítés. Fölvetem a kapcsolatot dr. Balázs Gáborral, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei vezetőjével, és mondta, hogy ő most ezt meg fogja sürgetni az országos igazgatóságnál, főigazgatóságnál, és akkor fog kapni 48 órán belül választ arra, hogy mikor történik nálunk a szúnyoggyérítés. A gyérítést a Katasztrófavédelem országos parancsnoksága szervezi. A szervezet honlapján az áll, hogy 156 településen végeznek gyérítést a meghatározott ütemezés szerint. Június 10 és 16 között nem szerepel a környékbeni település az írtási programban. Szekszárdon várhatóan a jövő hét folyamán kerül majd sor a szúnyogírtásra. Ha ez nem lenne elegendő, úgy a polgármesteri hivatal külön írtást rendel majd meg. Pakson még a héten kémiai és biológiai úton is megkezdi a szúnyogok írtását a helyi önkormányzat. Ezzel kapcsolatban csütörtökön tartott sajtótájékoztatót Szabó Péter, a város polgármestere. Azt mondta, már ezen a héten elkezdik a vérszívók gyérítését, amit az önkormányzat saját forrásból finanszíroz. Emellett a Katasztrófavédelem országos gyérítési programja jövő héten Paksot is érinti, ezt követően pedig, amíg szükséges, a város újra és újra megrendeli majd egy külső szolgáltatótól a vérszívók írtását. Csütörtökön, illetve a holnapi nap folyamán pénteken meg fog történni Pakson is a kémiai szúnyoggyérítés, és a jövő héten pedig a katasztrófavédelem is bejelentkezett, hogy ők is elkezdik a szúnyoggyérítést, mert azt is tudni kell, hogy ez alapvetően állami feladat. A katasztrófavédelem egy évben kétszer végzi el ezt a feladatot, viszont a városvezetés és az önkormányzat nagyon fontosnak tartja azt, nyilván a lakók komfortérzetének a megőrzése érdekében, hogy saját költségvetésből, saját forrásból biztosítsuk a szúnyoggyérítést.
Magyarország Európán belül mindig is a félperiférián helyezkedett el, bár több olyan szakasz is adódott a történelmünkben, amikor közeledtünk a nyugat-európai gazdasági és kulturális színvonalhoz. A rendszerváltás utáni időszak nem volt sikeres az ország felzárkózása szempontjából. Erről Romsics Ignác történész beszélt a Magyar Vállalkozói Szalon 20. évadának félévzáró rendezvényen, a Dunautika étterem és hotelben Faddomboriban. A professzor szerint az oktatás fejlesztése és a középosztály megerősítése a felzárkózás kulcsa. Ez egy ilyen kelet-közép-közép-kelet-európai átmeneti helyzet, amit a 19-20. Században nagyon jól le lehet már mérni az egyfőtő nemzeti jövedelem alakulásán, korábbi időszakokban pedig más segédeszközökkel, a templomok nagysága, egyetemalapítás, analfabetizmus, könyvállomány, stb. Olyan fogódzók, amelyek hát segítenek meghatározni azt, hogy hol is tartottunk, és a konklúzió az az, hogy valószínűleg Mátyás király idejében voltunk legközelebb Európának a fejlett centrumához. Tehetségműhely, ez a kulcsszava annak a többrétű együttműködési megállapodásnak, amit a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának dékánja írt alá. Pécsi és szekszárdi a tehetséggondozásban élen járó intézmények és civil közösségek vezetőivel. Jó jel az együttműködésünket illetően, hogy egy rendkívül bonyolult aláírási folyamatot ennyire gördülékenyen és egyetértésben valósítunk meg. Az együttműködés keretében a felek közös tehetségműhelyeket alakítanak ki, mely által lehetőséget biztosítanak tehetséges középiskolás diákok számára az egyetem kutatási programjainak és diák tudományos tevékenységének megismerésére, a tudományos munkába való bekapcsolódásra, és arra törekednek, hogy minél több középiskolás diáknak nyíljon lehetősége arra, hogy egyetemi mentoraik, konzulenseik segítségével önálló kutatást végezzenek, dolgozatokat készítsenek, és eredményeiket tudományos diákköri konferencián mutathassák be. A Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar, mint alsófokú pedagógus képző intézmény, ugyanakkor arra a tendenciára is reagálni kíván az együttműködésekkel, melyet nem pedagógus hiányként, inkább a jó pedagógusok hiányaként, a megfelelő pedagógus utánpótlásként emlegettek az aláíró intézményvezetők. Nem titkolt törekvésünk az, hogy ne csupán a tehetségekre figyeljünk, hanem azokra a leendőbeli pedagógusokra is, akik majd a tehetségeket segítik, akik a tehetséggondozási munkában kimagaslót tudnak nyújtani. A szerződéseket Turi Katalin, a Pécsi Gyakorló Intézmények igazgatója, Heilmann Józsefné, a Garai Gimnázium igazgatója és Gesztesi Enikő, a Honismereti Egyesület elnöke írta alá a KPVK dékánjával. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Korszerű és modern parkká építették, 532 millió forintból újult meg a mohácsi Szepesi tér. Bűnösök, de a közösségért dolgoznak, jóvátételi program pécsi elítélteknek. Megváltozhat a munkaerőpiac, az ipar jövőjéről tanácskoztak a szakemberek. Futópálya, gyermek és felnőtt játszótér, kamerarendszer. Többek között ilyen elemeket is tartalmaz az a fejlesztés, mely a mohácsi Szepesi téren zajlott. Szerda délután adták át hivatalosan a parkot, melynek felújítása 532 millió forintos topforrásból valósult meg. Az ünnepségen Szekó József polgármester elmondta, ez a beruházás főként a mohácsiak igényeit elégíti ki. Tambura zenekar adott rövid műsort a megújult Szepesi téren, Mohácson. A terület teljes egészében megújult egy toppályázat keretében összesen 532 millió forintból. A munkálatokban több vállalkozó is részt vett, többek között járdafelújítás, parkosítás zajlott, de kialakítottak kamera és közvilágítási rendszert, futópályát, illetve pihenőhelyeket is. A kicsik legnagyobb örömére modern játszótér is épült a téren. Az átadó ünnepségen Szekó József polgármester azt mondja, látszik, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki szívesen használja ki, a megszépült terület adta lehetőségeket. Létesült egy ilyen szenior játszótér, illetve hát inkább fiatal felnőttek részére, de látom, hogy ott a fiataloktól kezdve a legidősebbekig is már sokan használják esténként, sokan futnak, a játszótér szinte mindig van néhány gyerek, de többnyire inkább tele van. Tehát én úgy vélem, hogy ez egy olyan program, egy olyan beruházás volt, ami időszerű volt, és ami
ami sikeres és népszerű lesz a mohácsiak körében. A beruházás főként a mohácsiak igényeit elégíti ki, de természetesen nem elhanyagolható a turizmus szempontjából sem, hiszen fontos a szép, rendezett látvány a városba érkezőknek is, tette hozzá a polgármester. Szekó József elmondta, jelenleg összesen 24 milliárd forint értékben vannak előkészítés alatt, illetve zajlanak már más fejlesztések. Ezek a beruházások mind a mohácsiak, mind az ide látogató turisták számára fontosak lesznek a jövőben. Emberölés, kábítószerkereskedelem, csak két súlyos bűncselekmény, ami miatt büntetésüket töltik azok az emberek, akik rossz cselekedeteiket megbánva most a közösség érdekében vállaltak önkéntes munkát. A pécsi belváros egyik eldugott zugában segítenek kertet kialakítani. Azt mondják, nem jelent kockázatot a külső helyszínen folytatott munkavégzés. A szigorú őrzésen túl megszűrték a jelentkezőket, csak azt engedik ki a börtönből dolgozni, akit előzetesen alaposan átvilágítottak. Nem is sejtik a járókelők, hogy itt a pécsi Király utca 7 szám alatt működik a Zöld Folt közösségi kert. Zöld ágyások a belső udvar egyik részén, a másik területen munkások bontják az épület maradványokat. Azonban ők nem egyszerű szakmunkások, a börtönből érkeztek, hogy segítsenek. Már körülbelül egy éve megy ez a munka. Nagy segítség volt számunkra az, hogy a BV intézetnek a programján, programján belül megvalósulhatott ez a bontás, amit ugye az átlag lakosság azért nem képes lebontani egy ilyen rozog a bódésort, ezzel nagy területet tehetett még hozzá csatolni ez a közösségi kerthez. A Gerillárt Egyesület több éve szervezi a fogvatartottak munkához jutását. Most egy országos jóvátételi program keretében jutottak munkához az elítéltek. Abba kell megragadni a lényegét, hogy noha megkapták az ítéletüket ezeket a fogvatartottak, el is kezdték ezt tölteni, mégis úgy döntöttek, mi szervező segítségünkkel együtt, hogy a közösség javára, a közösség, a társadalom érdekében tesznek valami többet, valami plusz ezen felül. És ez a programnak a lényege. Az önként vállalás, illetőleg az, hogy egy többlet tevékenységgel gyarapítják a társadalmi értékeket. Ezek az elítéltek vissza szeretnének kerülni a társadalomba, ezért jelentkeztek az önkéntes munkára. Jelenleg 5 elítélt dolgozik a közösségi kert bővítésén, 2 fiatalkorúak, 3 pedig felnőttkorúak. Van, aki kábítószer miatt került a rácsok mögé, de van, akit emberölésért ítéltek el. Az elítéltek komoly vizsgálaton estek át, személyiségük, eddigi viselkedésük alapján javasolták a külső munkavégzésre őket a szakemberek. Így nem jelent kockázatot a foglalkoztatásuk a börtön falain kívül. Miről szól az okosipar, mit jelent az ipar 4.0? Egyáltalán milyen irányba változik az iparágazat? Többek között ezekről a kérdésekről is tanácskoztak a szakemberek az Ipar Jövője című konferencián Pécsen. A találkozón elhangzott, a cégek innovatív megoldásai mellett az oktatásban is követni kell az újdonságokat, ha megfelelő munkaerőt akarnak képezni a jövőben. Hiányzik a termelőipar a régióból, mondta Hirt Markusz azon a kerekasztal beszélgetésen, melyen az ipar jövőjéről tanácskoztak szakemberek. A dél-dunántúli gépipari klaszter elnöke szerint a munkaerőhiány miatt nem lehet termelőipari egységeket telepíteni a Somogy-Tolna-Baranya régióba, ezért más eszközökhöz kell folyamodni, ha fejlődni akar a dél-dunántúl a jövőben. Kifejezetten innovatív technológiai cégekre kell alapozni a jövőnket Dél-Dunántúlon. Van egy tudásközpontunk, illetve több is Dél-Dunántúlon, a Kaposvár, Pécs mellett Nagykanizsa erősen fejlődik, de hát Pécs az a hagyományos, ugye 14. század óta létező entitás. Erre kell alapozni a fiatalokra is, hát a kellemes légkör, amit Dél-Dunántúlon van. A konferencián nagy szerepet kapott az Ipar 4.0. A stratégia lényege az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódása. Ennek értelmében gépek végzik majd el azokat a munkafolyamatokat, amiket ezelőtt az emberek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség a humán erőforrásra, emelte ki az eseményen Katona László. Más jellegű munkaerőre és más jellegű képzettségekre van egyre inkább szükség a gyártó cégeknél is. Úgyhogy természetesen ez a hiány, ez fennáll, ez nehézség, ez fennáll. A találkozón elhangzott, az oktatási portfóliót is a modern technológiai tudásbázis létrehozása felé kell fordítani, hiszen akár a most itt tanuló külföldi hallgatók is bevonhatók később a hazai ipari folyamatokba. Robotprogramozó, tervezőmérnök és más hasonló munkakör betöltésére kell képezni a fiatalokat, ha a jövő innovatív cégeinél keresnek állást, mondják a szakemberek.
Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Vörös kód, péntekig biztosan marad a tartós kánikula. Szabadlábon nem kell börtönbe mennie a nőnek, aki elköltötte a tévedésből nekiutalt 82 millió forint nagy részét. Gyerekgyilkosság, nem mert eljönni a tárgyalásra az egyik korábbi sérte. Szúnyoginvázió, központi írtás csak a jövő héten várható a térségben. Pénteken folytatódik a kánikula, de pár fokot mérséklődhet a meleg, alapvetően derült idő várható, kevés felhővel, futózápor kialakulásának is kicsi az esélye. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!